Köszöntöm nézőket! A Györfisel Nagy Kumúzeumban hamarosan nyílik Torok Sándor kiállítása. Dr. Nagy Molnár Miklós igazgatóra beszélgetünk. Torok Sándor nevét azért sokan ismerjük Karcagon. Mi az a legfontosabb információ, amit tudni kell róla? Igen, Sándor nagyon sokszor állított ki, illetve sokszor megfordult Karcagon, hiszen ő a testvértelepülésről, Ómoravicáról, Bácskosudvarról származik, és emiatt is fordult meg többször városunkban, illetve nem csak itt, hanem a Bereki alkotótelepen is többször előfordult, többször részt vett rajta. Innen volt az a kapcsolat, hogy aztán, amikor Jugoszláviában ugye kitört a háború, akkor a Berek Debrecenbe költözött, és Debrecenbe települt át, és akkor ott élt, Debrecenben élte le az életét, az élete végét, és tavaly lett volna 70 éves Sándor, és most ezért ezen a Sándor nap alkalmából megnyitjuk ezt a kiállítását. Itt egy három kompozícióban álló festmény előtt állunk. Ő érdekes figurákat használ, és érdekes a színvilága is. Igen, tulajdonképpen őt azt mondhatnám, hogy nem is annyira figurák ezek, mert ha jól megnézzük ezt a triptihont is, amit mögöttem látható, egy élménynek, egy expresszív élménynek a megjelenítése, az jelenik meg a képein általában, és hogyha megnézzük, mindenütt azt látjuk, hogy egy benyomás, amit lehet, meg lehet találni a képei alapján. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ő pontosan annak a művészetnek, de majd ugye ezt el fogja mondani a művészettörténész, aki sokkal szakavatottabb, mint én, a művészetnek azt az ágát művelte ő, tehát itt a kiállításon azt látjuk, amikor egy benyomást, egy élményt jelenít meg, hogy benne mit kelt adott esetben egy francia nyár, vagy adott esetben egy táj, milyen érzést okoz, milyen érzést alakít. Tehát benne kelt is a hangulat, tehát hogy milyen hangulatot ad közzé ezzel a képpel. Azt gondolom, hogy ugyanazokat az élményeket azért nem éljük át a képei előtt, de azért hasonlóan el tudunk menni mondjuk Párizsba és különböző helyekre, ahol ő is járt. Meddig lesz látható ez a kiállítás? Igen, tulajdonképpen még annyit azért szeretnénk mondani, hogy tulajdonképpen mindenkiben kelthet egyfajta véleményt, egyfajta érzést bármelyik kép, hogyha megnézik majd. Nem biztos, hogy pontosan ugyanaz tükröződik vissza, ugye, ami a felirata, de nem is ez a lényeg ennek a művészetnek. Úgy tervezzük a kiállításunkat, hogy a Kovács Mihály napok előtti időszakban, tehát május elejéig lehet látogatni, feltételezhetően május elsője még az utolsó nap. És akkor hétfő és vasárnap kivételével munkaidőben látogatható a múzeumban ez a kiállítás? Így van, tehát hétfő és vasárnap kivételével tulajdonképpen 10-től 17 óráig látogatható. Köszönjük szépen! Köszönöm én is!
hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben ugye először Márki Réka gyönyörű furulya játékát hallhatták, és énekhangját hallhatták, három népdal játszott. Ezt követően Sebők Lajos klarinétozott, Berman Gémon románcát hallhattuk tőle. Kíséretet Koppány Marika néni biztosította a zongorán. Tanulókat felkészítette Plósz Csilla igazgatónő, intézményvezető asszony, tanárnő, és köszönjük nekik a közreműködést, hogy ilyen kellemessé tették a hangulatot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a mai kiállítás megnyitónkon, ezen a szép tavaszi napon, végre tavaszunk van. Külön köszöntöm polgármester urat, Dobos László polgármester urat körünkben. Köszöntöm. Külön köszöntöm Kovács Szilvi alpolgármester asszonyt is körünkben, illetve Molnár János polgármester urat, Berekfürdő polgármesterét, aki ott kicsit háttérbe húzódott most. És külön nagy szeretettel köszöntöm még Györfi Sándor és Györfi Lajos szobrászművészeket, illetve Györfi Erzsébet, tehát hogy ki ne hagyjuk a család, a három Györfiből egyik tagot sem. És Önöket is nagy tisztelettel köszöntöm ezen a mai szép alkalmon. És engedjék meg, hogy bemutassam, illetve nem is kell bemutatni, de nagy tisztelettel külön köszöntsem Prókai Gábor művészettörténészt, akit majd felkérek a kiállítás megnyitóra. És úgy illett volna, hogy előtte Langesztert köszöntsem, de mindig el szoktam követni egy kis hibát, úgyhogy elnézést kérek. Langeszter pedig Torok Sándor hagyatékának gondozója és őrzője, és ő adta kiállítást ide most nekünk, úgyhogy ebből az alkalomból is nagy tisztelettel, és őre kellett várni, mert egy doktori védésem volt, ahogy tudom. És Gábor, megkérlek, hogy... Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, polgármester úr! Sőt, hát ugye, mint hallottuk, polgármester urak, de ennek azért meg is van a magyarázata. És akkor hagyj kezdjem mindjárt ezzel. Ha jól tudom, 13-ban volt legutóbbi Torok Sándornak kiállítása. Az talán egy kicsivel bővebb volt. De majd egy pár szót szólok arról is, hogy ez most miért ilyen, amilyen. Nos, tehát 13-ban volt, és... valakinek eszébe juthat, hogy miért, hogy most alig 4 év telt el, és újra Torok Sándornak kiállítását, emlékkiállítását látjuk. Emlékkiállítás persze, mert mint tudjuk, a mester már elköltözött. Ennek én legalábbis két biztos okát tudom. Az egyik az, hogy a Sándor szerette nagyon ezt a vidéket, például Berekfürdőt is, és ezért is nem véletlen, hogy itt van az ottani polgármester is. Hiszen azok a művésztelepek, amik Berekfürdőhöz kötődtek, azok részben őt is jelentették, és jelentették, és itt egy másik kapcsolódás Karcaghoz, Körmendi Lajost. Körmendi Lajost, az író barátot, akivel nem csak gondolkozásában volt nagyon, nagyon baráti és rokoni, hanem abban is, amit a művészet közvetítéséről és a művészet szervezéséről gondoltak. Mind a ketten nem csak a saját művészetüket gondozták, hanem segítettek abban is, hogy a társak kapcsolatot találjanak közönséggel, egymással, ezért művésztelepeket is szerveztek. És aztán még egy kapcsolat, ami Karcaghoz szorosan köti Torok Sándort, hogy a síremlékét, ami a debreceni nagy temetőben van, Györfi Sándor készítette, Györfi Sándor a barát, aki egy tényleg egy értő, a művész nagyon is idéző szép emlékművet készített. És hát köszönet az Eszternek azért, hogy lehetővé tette ismét ezt a kiállítást, és én azt is lehetővé tette, hogy ne sokat beszéljek a művészről, magáról, az életéről, ne kelljen sokat beszélni, hiszen ott, ahogy bejöttek balra, egy nagyon
tartalmas, szép az életpályát, és nem csak az életpályát, hanem a művészi pályát is értő, bőségesen gazdag írásban Eszter megemlékezik Torok Sándorról. Ennyi bevezető után akkor még egy szót a magáról, a kiállításról, amit szándékosan Eszterrel úgy gondoltuk, hogy olyan kiállítás legyen, amelyik nem a bőséggel kíván emlékezni Sándor művészetére, hanem azzal, hogy a képek élni tudjanak, mindegyik levegője legyen, egymás segítő legyen, és ne legyen zsúfolt a kiállítás. Nincs annál rosszabb, mint amikor egy kiállítás zsúfolt, amikor nem kapnak levegőt a képek, amiknek mindegyiknek élő tere kell legyen, és erre vigyázni kell. Nos, tehát ezért ez úgy gondoltuk, hogy egy jól nézhető, szerethető és egy lazán fölépített kiállítás. Köszönet érte a múzeum munkatársainak, akik nagyon szépen és gondosan segítették ezt a kiállítást megrendezni. A kiállítás méretét összesen 16 kép van, és összetételét illetően is kamara jellegű. Az életműhöz viszonyítva mindenképpen. De mégis képes jellemző benyomást, hiteles karaktert formálni a művész munkásságáról. Összetételét tekintve pasztelek, egy tusrajz és egy hatalmas olajkép, ami itt látható. Keletkezésüket számba véve 1968 és 1999 között készültek a művek. A 70-es évek darabjai a már kialakult, a rájellemző képi világot reprezentálják a képalkotó elemek és formák tekintetében, a 90-es évek képein a formáknak korábbi, viszonylag konkrét kontúrjai már elvesztik megfoghatóságukat, illetve felfoghatóságukat, feloldódnak a foltszerűség az indázó szálasság felé. Színben is gazdagodnak, meg áttetszőbbé válnak a kékek és sárgák dominanciájával, különösen az utóbbiak fénylő, világító, szemet és szívet melengető szövedékeivel. A múlt század második felének atmoszféráját idézik a 70-es évek képei. Itt látjuk őket, itt szembe velem, mögöttem, és tulajdonképpen azt is mondhatom, ezek azok a képek, amikről most szó lesz, és majd még őróla ott bent. Tehát a múlt század második felének atmoszféráját idézik a 70-es évek képei. Azt az időszakot, mikor a technikai, műszaki fejlődés naponta újabb területeket nyitott meg az ember előtt, mikor hétköznapi eseményé vált a világűr kutatása. A művész érzékeny lelke is kozmikus viszonylatba emeli az emberi életet, mondani valójának a közegét képileg úgy teremti meg, hogy az a végtelen tér illúzióját keltse, abba helyezi el a képelemeket. A tér és idő kiterjesztése általánosításoknak is kitágítja az igazság tartalmát. Ez volt az az időszak, amikor azt gondolta az ember, hogy teremtőként az Istent utánozhatja. Amikor azt gondolta, hogy megfordíthatja a folyókat, amikor úgy gondolta, hogy neki már semmi nem szolgáltat. Aztán a tudósok egy másik csoportja egyszer csak figyelmeztetni kezdett, hogy mi van akkor, hogyha a környezetünket föléljük, ha elpusztítjuk magunk körül azt az éltető erőt, ami eddig évszázadokig, évezredekig megtartotta a Földet, és aminek még ugyanaddig kellene tartsa. A célirányos, praktikus, konstruáló, vezérlő, irányító, szerkesztő, szerelő, veszélyt nem érző modern ember ridegedő, elidegenedő, felgyorsult világa, amiben az érzelmek,
az egymásra figyelés már alárendelt szerepet kap. A művész azt szeretné, azt szerette volna, ha ez nem így lenne. Ezért csodálva, ám de nem szeretve figyeli a következményeket. Az emberi viszonyok kiüresedésének veszélyét. Ezt érzékeli az íróbarát Körmendi Lajos is, aki egy szép versében a közös érzékelésüket és a Sándor képeiből lefordítható érzékelést így fogalmazta meg. Egymásba mar a hegyes és gömbölyded, az organikus és műszaki formák regimentje. Élek és szögletek nyomódnak íves, lágy alakzatokba. Íme a technikába öltözött ember. Félsz. Azt mondja, félsz. De valójában talán nem is ezt akarta mondani, hogy te félsz, te, aki ezzel figyelmeztetsz minket, hanem inkább azt akarta talán mondani, hogy féltesz. És így is lehetett, hiszen ugyanakkor tiszteletét nem vonja meg a világegyetem kutató, megismerő embertől. Lásd itt mögöttem ezt a kantát, a Kozmika című, ami szinte ünnepélyes ének erről a világról. De a Tibor című képe már a tudomány eredményeinek beláthatatlan a jövőjéről is kérdéseket vet föl. A kiborg ugye egy rövidítés, a kibernetikának és az organizmusnak a rövidítése, az élőlény, a szerves és az élettelen, a mesterséges gépnek a keveréke. És a kérdések? Milyen eszközökkel és meddig tud ura maradni az ember a technikai fejlődésnek? Úgy, hogy ne kockáztassa az emberiség jövőjét. Visszatérő motívum képein figyeljék majd meg a villáskulcs. Szögletes és kerek geometrikus formák között jelenik meg, jelzés és jelképszerűen, mint egy figyelmeztetésül. A kulcs, aminek kettős a természete, szorít vagy old, olykor pedig, mint fenyegető, harapófogószerű forma jelenik meg. A művész tárgyilagos címadásai közül is egyszer csak kilép, és higgadt szerepéből szókimondóan figyelmeztet műszaki agresszió. De arra is figyelmeztet. Az ember, a mindenkori alkotó ember felelőssége, hogy mivé válik kezében a szerszám, a gép, és milyen lesz általa és körülötte a világ. A Pannon Triptihon, itt a szomszéd teremben, a kiállítás és az életmű egyik főműve. Ez esetben a művész a méretekben is nagyobb szabadságot adva teremti meg a képfelületet. A kozmikus hideg térből energikus lendülettel erőteljes, dinamikus kék forma benne az élet csírájával zúdul fel és tör a teljesség körformájú, hatalmas, meleg színekben gomolygó központja felé. A találkozás, az egyesülés pillanata előtt vagyunk, a feszültség a képen folyamatos és nem szűnő. A feloldódás nem is a képen, hanem bennünk, a nézőben következik be. Lírai és expresszív vallomás ez a kép az életről, a születésről, és mint a szín is szugalja talán a Pannon hazáról. Alkotói pályájának második felében meghatározó kifejezési eszközévé vált a pasztel. Úgy érzem, hozzá alkatilag is illik. A pasztel barátságos, meleg, finom, merengő, érlelő, kereső, higgadt, kevésbé indulatos, sarkosan megfogalmazó kifejezési eszköz. Nála legalábbis biztosan nem az. A belső szemlélődésnek külső, művészi megnyilvánulási formája. És ez a pasztel, amit itt látunk, aminek az a címe, hogy búcsú a 20. századtól, egy kicsit hagy vezessen át a pasztelképek világába. Tudnélik, itt látjuk mindazokat a motívumokat, amit az előző korszakra jellemzőek voltak. Most itt pasztelben finoman áttéve
búcsúzik a 20. századtól. Búcsúzik és vált is. A belső szemlélődősnek, mint mondtam, külső művészi megnyilvánulási formája lesz a pasztel. Szinte teljesen eltűnnek a képmezőkből a tárgyasítható konkrét elemek, helyettük kuszán, ritkuló, sűrűsödő, csavarodó, összebogódzó, felfelé törő fonalak, indák, mikrokozmosza törekszik az ég felé, elpusztíthatatlan életként, bizakodásként. Nézzék csak ott a kikeletet, vagy a tavaszvárókat. A tavaszvárást. Ebben a szakaszban a korábbi kozmikus kitekintő szemlélet mikrokozmikussá vált. A föld felé figyelt, és hagyta magát lebilincselni a természet színes topzódása kavalkádja által, ami áttételesen az élet, az ember és természet kapcsolatában kettejük harmóniájának, egyensúlyának szükségessége melletti állásfoglalás. Máshol a fényfoltok villódzó, nyüzsgő formái táncolnak a vízen, napsugárságán, meleg ölelésben és fürdésben. Itt a francia nyelv, azt a képet nézzék majd így. Az árvízcipő kép itt mögöttem a falon, belül. A közepe komoran sodró, fenyegető áramlással, két oldalán, árvíz a címbe a képnek, két oldalán a formák kavarognak, egymásnak feszülnek és rendeződnek. Fent a sötétebb, darabosabb, nagyobb elemek, hordaléka, alul a világosabb, átszőtt, gazdagabb ágazatú világ, mint egy a víz kettős természete, a pusztító és az áradásával termékenyítő arcolatú. És van egy szép, csendes, titokzatos, finom képe itt bent, majd a belső falon, a se fű, se fa. A cím is érdekes és elgondolkoztató. A se fű, se fa kép kis túlzással, vagy talán nagy túlzással, én úgy gondolom, a művész önarcképe is lehetne. A világra érzékeny, ahhoz millió szállal kötődő, attól függő alkotó ember idegrendszere, amíg figyel és jelez. Sándorról szólva máshol elmondtam már, és talán nem bántom meg azt, aki hallotta, talán egy valaki van itt társaságomban, többiek meg bocsássák meg ezt, hogy mégis előjövök ezzel. De igaznak tartom, és hagyd mondjam el most is. Ha rágondolva végig tallózok az emlékeimben, az mindig eszembe jut, kevés ember tudott úgy nézni a másik emberre, mint ő. Figyelmesen, ja lehet, hogy Júli is hallotta. Figyelmesen, kutatóan, de nem úgy, mint az, aki azt keresi, ami szétválaszt, hanem bizalommal, barátságot, emberséget ajánlva. Tudott a szemeivel is beszélni, azokkal már előbb, mint a szóval. Volt ebben valami szelíden lefegyverző. Úgy hiszem, ez az expresszív képessége itatódott át színnel, emócióval a képeibe is. Így lett azokban is kereső, utató, nyíltak meg a képei, és nyitottak kapukat, ablakokat a világra, a világ mindenségre, a kozmikus felé, vagy arra, ahogyan azt ő látta. Köszönöm szépen a figyelmüket, a kiállításunkat. Köszönöm szépen én is Prókai Gábor értő, nagyon értő szavait. Egy kicsit most már én is másképp figyelek a képekre. Első benyomásom nekem is csak az volt, és folyamatosan ezt mondtam korábban Eszternek én is, hogy Sándor olyan jó expresszív művész volt, és olyan érzéseket tudott megfogalmazni a képein, amit úgy jó nézni néha, bár mondjuk a címek alapján, meg ahogy itt most Gábor elmondta, nem mindegyik pozitív kicsengésű. Hölgyeim és uraim, ez a kiállításunk ugye most május elejéig fog állni. Kérem, tekintsék meg a kiállítást, de mielőtt megtekintenék. Vítséget.
Kádornak egy kis karcagi emléket. Szólt haza, tehát azért üveget nem adunk üresen, úgyhogy nem üresen kapta Gábor sem az üveget. A Népművészeti Egyesület tagja Luka Lajos készítette, már csak a fonást, úgyhogy használd egészségre, és szolgáljon egészségedre, ami benne van. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek, megtiszteltek minket. Kérem, tekintsék meg a kiállítást, hogyha eddig nem tekintették volna meg. És a következő kiállításunk május 12-én nyílik. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.